napokban nyílt meg a kiskunhalasi Rasztik Anikó első önálló tárlata a Csipke Hotel konferencia termében. Az alkotó életében viszonylag új hobbinak számít a festészet, de képeit elnézve olyan, mintha mindig is ezzel foglalkozott volna. Egy kolléganőm ajánlotta, hogy menjek el egy élményfestésre. Nem tudtam, hogy mit akar, kíváncsi voltam, kipróbáltam. Két alkalommal elmentem egy hölgyhöz, Kiskörösre, aztán utána Kiskunhalason is eljött és rendezett egy élményfestés. Utána pedig egy bajai hölgyel megismerkedtem, akihez azóta is rendszeresen járok élményfestésekre. Mindenki ugyanazt festi, viszont teljesen más szemszögből látja mindenki, mivel különbözőek vagyunk, és ezért, ha öten festünk ugyanazt a képet, ötféle kép fog megszületni ezáltal. A megnyitón Kollár Tímea, a program szervezője köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, büszke arra, milyen sok tehetség él városunkban. Anikóval az ismerettségünk nagyon-nagyon régi időkre nyúlik vissza, és a közelmúltban, sőt több hónapon keresztül nyomon követtem az új hobbiát, amely ezzel az élményfestéssel kapcsolatos, és azt gondoltuk a kedves kollégáimmal, barátaimmal, hogy folytatjuk azt a már korábban megkezdett gyakorlatunkat, hagyományunkat, miszerint a város, illetve a környező régió ifjú és középkorú tehetségeit, mert itt nyilván kortalan a mi felfedezetjeink korszaka, időtartama, őket felfedezzük és megpróbáljuk bemutatni azon kedves érdeklődő közönségnek, akik nyilván nem csak a barátokból, nem csak a rokonságból, hanem a civil, úgynevezett műkedvelő közönségből tevődnek össze. Egy rendkívül szenvedélyes és impulzív anyag összetételét mutatja, rendkívül színes a színkavalkád, és én azt gondolom, hogy az a háttérzene, amely a vendégváróhoz szól, pontosan ide illik, egy picit latinos, egy picit szenvedélyes, tüzes, és azt gondolom, hogy egy icipici jellemrajzot mutat Anikóból is, aki egy rendkívül sokoldalú ifjú tehetség, és én azt gondolom, hogy ő még ezen a pályán is nagyon-nagyon-nagyon sokat fog bizonyítani, és nagyon sokszor fogunk Rasztik Anikó nevével találkozni a közel és távoli jövőben. Kedvenc képem, amit legutoljára festettem, egy hölgy alak látható, ahol egy madarak szállnak ki, mintha mellkasából szállnának ki. Ez számomra most egy ilyen pozitív töltetet jelent, egy ilyen szabadságérzetet jelent. Mindegyik képhez egy picit kötődöm, mindig, amikor megfestem, akkor úgy érzem, hogy az a kedvenc kép, de ez időnként azért változik. Mindig látok benne mást, hogy most éppen másképpen látom ugyanazt a képet, pedig már eltelt pár hónap, vagy akár több év is, és másképpen látom ugyanazt a képet. Mindig látok rajta javítani valót, elég kritikus vagyok a saját képeimmel szemben, de úgy gondolom, hogy elég sok pozitív visszajelzést kapok, hogy az embereknek tetszik ez a féle alkotás, amit én képviselek. A Timi kért fel erre a kiállításra, én saját magamtól nem rendeztem volna kiállítást. Én nagyon örülök, hogy megkeresett ezzel a lehetőséggel. Nagyon izgultam, szerintem ez így kicsit látszik is rajtam, de nagyon örülök, mert egy pozitív dolognak tartom, és bízom benne, hogy az emberek, akik eljönnek ide, nekik is tetszik ez a kiállítás. A képek fognak készülni mindenféleképpen, a kiállítás nélkül is, meg vele is. Ez nekem, meglátok egy képet, és akkor én azt akarom, azt én meg szeretném festeni. Tehát az a kép függő, meg persze természetesen időfüggő, hogy éppen az időpont jó-e nekem, de mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.